Mark Rim Baker, Hirtling István és Liza Hartman, Balogh Erika főszereplésével bemutatjuk a Boldogság szigete című filmet. További magyar hangok. Dudás Eszter, Elekes Pál, Kisfalusi Bálint, Koroknai Géza, Udvarias Anna Mária, Versényi László. Maradt még lekváros fánk? Itt van egy fél, ha kell. Nos, a New Jersey gyár adóhitel konstrukcióját elfogadják? Igen. A Tetrascope Computers elégedett az alkuval? Igen. A Mildon Industries elégedett az alkuval? Igen. Akkor, hölgyeim és uraim, megkötöttük az üzletet. Halleluja. Gratulálok. Köszönöm. Köszönöm, gratulálok. Az ügyvédeknek lesz néhány hetük, hogy kidolgozzák a részleteket. Rohannom kell, indulok nyaralni. Itt akarsz lenni a szerződés aláírásában? Az én gyermekem, persze, hogy itt leszek. Várjon egy percet, nem állapodtunk meg a NIC jegyekről. Megvesszük a céget, megkapjuk a jegyeket. Mr. Greenspan nagy NIC rajongó. Ezt meg sem hallottam. Nos, jegyek nélkül nincs üzlet. Szerintem se. Oké. Miles, válthatnánk néhány szót négy szem közt? Na ide figyelj, Miles. Itt nyüglöttünk másfél napig. Beleizzadtál. Én is, meg mindenki. Végre ráveszem őket, hogy belemenjenek, és neked még a nikétek is kellenek. De azok is a céghez tartoznak. Tőlem akár az atyaúristenhez is tartozhatnak. Nézd, így tisztességes. Tisztességes! Megmutatom én neked. Hagyd meg Greenspannek a jegyeit, vagy kihajítalak az ablakon. Sortok, trikók, fürdőruhák, naptej. Hogy is hívják azt a szigetet? Moratunga. Úgy hangzik, mint egy szívdobbanás, nem? Moratunga. Hol késik már? Sid? Végre. Itt vagyok. Nézd, sajnálom, hogy késtem. Épp, hogy le tudtam zárni az ügyet. Gordon, ha lekéssük a gépet. Ne aggódj, semmi vész. Lent vár egy taxi a ház előtt. Ezt is betennéd? Oh. Na és sikerült? Végre. Megkötöttem az üzletet. Jaj, de jó. Még most sem értem, hogy sikerült Gordont rávenni erre az utazásra. Mintha arra kértem volna, hogy látogassuk meg apámat Houstonban. Oké, Marcy. Nézz utána, hogy megkapjuk a kéthetes halasztást a Heckman ügyben, és ellenőrizd a levélhamisítási részt. Tudod, hogy melyik? Meg a Dean kontra Alabamát is, jó? Na és a lakás ügyei? Itt van nálam. Nagyszerű. Nyugodtan utazom el. Gordon, hogy állsz? Jövök. Oké, drágám. Marcy, megtennél egy szívességet. Ezt a két táskát le kéne vinni, csak azt a kettőt. És szólj a taxisnak, hogy lent leszünk 2 perc múlva. Gordon, induljunk! Kész vagyok. Indulhatunk. Jól van. Ez az egy maradt. Marcy levitte a többit. Mi van ebben a törvénytár? Az bizony. Na jól van. Indulhatunk. Hányszor kell átszállni? 2 Egy 747-esről egy 727-esre, arról meg egy kis propelleres gépre. 3 repülő. Hová viszel engem? És végül egy hajóra szállunk. Continental légitársaság 3-as számú járata megérkezett. Non-stop járat Honolulu. Kérjük kedves New York-i, Denver-i, Houston-i és... Zene Scott Will. Reméljük kellemesen utaztak, és a jövőben is a... Fényképezte Johnny E. Jensen. Kellemes utaztak. Végre megérkeztünk. Ne örülj előre, a nagyja hátra van.
Írta Ellen és Mark Estrie. Rendezte Marta Kulics. Hát ez már talán jó lesz. Oké, tegye oda. Még mindig nem tudom, hogy mi baj volt a másik szobával. Csak nem volt az igazi. Marcel behozza a csomagjaikat. Ha bármire szükségük lenne, szolgálatukra állunk a nap 24 órájában. Köszönöm. 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 Hihetetlen, hogy innen is lehet New Yorkba telefonálni. Nagyon jót fog tenni ez a nyaralás, drágám. Végre együtt lehetünk, csak mi, távol mindenkitől. Hol van ez a pincér? Úgy tűnik felszívódott. Örülsz, hogy itt vagyunk, szívem? Hogyne. Felizgat. Gordon, az ujjaiddal dobolsz az asztalon. Tudod, hogy az itteniek nyelvében nincs szó a stresszre? Nem csodálatos? És van szavuk a felszolgálásra? Gordon, mi nyugtalanít? A Mildon üzlet. 10 nyikai a cégnél csak arra vár, hogy hátba döfjön. Észrevetted, hogy minden új üzletkötés után egyre labilisabb vagy? Indokolt a félelmem. Gordon, Sidney! Kell! Csücsülj az ölembe, ők a legjobb barátaim az egész világon. Ó, nem zavarunk, ugye? Hát persze, hogy nem. Na és mit csinálsz itt? Mit csinálhat itt az ember? Májtáit vedem és olcsó ingatlanokra vadászik. Ugye tiéd a tetraszkóp ügylet? Igen, ma reggel zártuk le. Ma reggel, nyújjon. Tényleg? Csak mert kaptam egy faxot arról, hogy... Magaddal hoztad a faxodat? Te nem. De mindegy, úgy hallom, befutcsolt. Hogy befutcsolt? A tetraszkóp ügylet. Nem, ez csak szóbeszéd. Egy tévedésen alapuló rossz indulatú pletyka. Egy szó sem igaz belőle. Hát akkor nincs miért aggódni. Halló! Tönkre megy az életem, és itt állok tehetetlenül. Halló! Központos? Esküszöm, palack postával többre mennék. Miért nem beszélsz Broderrel? Talán kölcsön adja a faxot. Ugye viccelsz? Rájönne, hogy aggódom, és ez a gyengeségem jele. Sose bírtam ezt a fickót, most egyenesen utálom. A Mildon ügy volt az eddigi legnagyobb bulim. Lehetetlen, hogy ez most befutcsoljon. Te vagy az, aki befutcsolt. Igazán szép, hogy ilyen megértő vagy. Igyekszem. Persze, kerek 10 másodpercig, azt is szokásból. Ez nem igaz, te is tudod. Nézd, én megbolondulok, jogom van egy kis együttérzésre. Mit mondott az analitikus? Nem az én feladatom, hogy felvidítsam. Nem megyek többé hozzá, az egy barom. Gyere ide. Gyere már ide. Jó. Látod, hogy semmit sem tehetsz. Akkor miért nem lazítasz, és holnap táviratozunk, jó? Hoztál báliumot? Igen, értem. Mennyi idő alatt ér oda? Értem. Köszönöm. Nagyon kedves. Köszönöm. A szobalány azt mondja, 3 órán belül odaér. 3 óra oda, 3 vissza. 6 órát kell elütnünk, ugye? Szerint, ha megkerüljük a szigetet, vacsorára még visszaérünk. Thank you.
Tudod, isteni ötlet volt pedig. 300 dolcsikba került. Jobban vagy, édes. A nagyszüleimnek volt egy kis házuk a tengerparton. Egész nyarakat töltöttem a vizen. El is felejtettem, hogy milyen jó volt. A friss levegő elálmosít, mi? Inkább felizgat. Igen? Rögzítem a kormányt. Tudod, Sid, ha igaz, amit Broder mondott, holnap vissza kell mennünk New Yorkba. Tudom. Sid, össze kellene házasodnunk. Hiszen úgyis együtt élünk már majdnem 2 éve. 2 éve, 3 hónapja és 17 napja. Nos, éppen ideje lenne, nem gondolod? Igen, egyetértek. Szerinted is jó az ötlet? Igen, nagyszerű. Hát akkor lenne egy másik ötletem is. Itt Maratongában kellene összeházasodnunk, és így a nyaralás egyben nászút is lenne. Érted? 2 egyet ütnénk egy csapásra. Mi a véleményed? Ne beszélj, annyit inkább szeretkezzünk. Hiszem, elaludtunk. Igen. Ó, te jó ég. Hová tűnt a szálloda? Biztos a sziget másik oldalánál vagyunk. Hány óra van? Ó, ez lehetetlen. Lemerült az elem. Vagy elázott. Ez Rolex búváróra, 5000 láb mélységig vízálló. Nálam van a pénztárcám. Nem. A naplóm benne van az egész életem. Jaj, micsoda szörnyűség. Most mit fogok csinálni? És elmondhatjuk, hogy teljesen megtelt. Nem, én a naplómról beszélek. Jaj, ne. Sid. Oda veszett. Keresünk egy telefont. Istenem, mit csináljak? Szívecské? Tessék. Van egy olyan érzésem, hogy nem Maratongán vagyunk. De
Dehogy, ezt a hegyet láttuk a hotel szobából. A sziget másik oldalán vagyunk. Jaj, Istenem. Oh. Oké, okay. Gyere. Vegyél föl, szívem. Gyere már. Hallod-e? Nem vagyok jó formában. Nem igen jártam ilyen terepen, amióta számháborúztunk az iskolai táborban. Megkértem a kezedet a hajón. Nem emlékszel? Na és, mit válaszoltál? Hogy mit válaszoltam, igen mondtam. Ja, igen, persze, most már emlékszem. Na, meggondoltad magad? Ó, nem. Ó, Gordon, jaj, hadd menjek előre egy kicsit. Tessék, tessék, így né. Miért nem megyünk vissza a hajóhoz? A dagály miatt már valahol a nyílt vizen úszkál. Szív! Szív! Eltévedtünk. Hallod? Mondtam, hogy eltévedtünk. Gordon, ma már nem téved el az ember. Ott van a parti őrség, a műholdak, az Evex. Csak semmi pánik. Nézd! Hé! Itt vagyunk! Itt vagyunk! Hé! Itt vagyunk! Nem fog megállni. Hol az ördögben vagyunk? New Yorkban a rendőrség csak 48 óra elteltével keres valakit. Már biztos elindultak a keresésünkre. Mit mondtál? Hány sziget van itt a környéken? Hát az úti karaul szerint 138. 138? Nagyjából. Ó, hegek. Hát Istenem, ez egyre jobb. Esküszöm, egyre jobb. Kár, hogy nincs nálam a naptáj, mert ha még holnap is itt leszünk. Mert a karrierem legfontosabb állomása egy hajszálon lóg, és te az átkozott naptájért nyafogsz. Nézd, Gordon, ha bárkit is vádolni akarsz, amiért itt vagyunk, magadat vádolhatod. Te aludtál el a hajón. Emlékszem, a nagyapám azt mondta, ne keverd a szexet a hajózással. Na és a szex, meg a biznisz? Ezt meg hogy kell értenem? Találd ki magad. Sok mindenre rájöttem az utóbbi órákban. Nézd, szívem, itt vagyunk egy szigeten a világ végén, egy-két napig biztosan. Nem gondolod, hogy ez felszabadít? Hogy izgalmas? Hm? Jaj. Nem. Istenem!
Sidney! Sid! Sid! Jó van, most engedj el! Komolyan mondom, nem akarok durva lenni, engedj el! Engedj el! Sidney, Sidney, drágám! Nincs semmi baj? Nem, azt hiszem. Mi történt? Járni akartam egyet, és beleestem ebbe a ragacsba, és süllyedni kezdtem. Elkaptam egy faágat, de eltört, és egyre jobban süllyedtem, aztán kihúztál engem, de mégsem te szíve. Voltál. Ki volt ez? Az a pasas, akinek a lábnyomát láttam a parton. Jól van. Maradj mögöttem. Ha baj van, rohanj a partra. És aztán? Jézusom, hát ez kész remetelak. Te vagy az üzletember üzlete. Én Buana Gordon. Én Buana Gordon. Békével jöttünk. A hajónk zátonyra futott. Semmit sem kérünk ingyen, fizetünk. Jelenleg nincs nálam készpénz, de vannak hitelkártyáim, vagy esetleg, hogyha nem tudom, csekket is elfogad. Van telefonja? Vagy egy rövid hullámú rádiója. Túl hangos emberek maguk. Túl hangosak vagyunk. Hallottál már ilyet? Legalább tud angolul. Bár csak itt lenne az öcsém, megtudná, hogy mi a hangos. Jaj, Gordon, oda néz. Csak csendben. Talán itt kellene hagynod némi pénzt. Mennyit? Amennyit gondolsz. Nos, annyit, amennyit a diszkontban adnék, vagy pedig semmit, csak rá szállítás és munkadíjat. Nem fontos, Gordon, hagy valamennyit. Tessék. Azt hiszem, rájöttem, ki ez az ember. Igen? Egészen világos, nem? Egy vietnámi veterán. Nem tud beilleszkedni a világba, visszavonul egy Isten háta mögötti szigetre. Jaj, Gordon, ne beszélj hülyeséget. Igazán? Akármennyiben lefogadom, hogy így van, és menekül valami elől. New Yorkban ez a férfi hajléktalan. Igen, és? De van ennivalója, és fedél a feje felett. Pillanatnyilag mi vagyunk a hajléktalanok. A frászt hozta rám. Esni fog ma éjszaka. Ha akarják, alhatnak a kunyhomban. Én nem látok felhőt. Nos, köszönjük a meghívást, de talán majd máskor. Ahogy akarják. Erre szükségük lesz. Ez meg honnan tudta? Nem mindegy, hogy honnan. $400 fizetünk naponta egy luxus bungalóért, egy bungalóért, aminek van tetege. Gordon, hagyd abba, kérlek. Fogalmam sincs, miért ragaszkodtál a csendes óceánhoz, amióta csak kikölcsönöztük azt a kazettát, a Bounty-t. Mert te soha nem mennél sehová, ha Hamptonékhoz megyünk, Vikendezni, az már kés csoda.
És a cég nyaraló paradicsoma Espenben? Ó, Istenem, egy rakás ígéretes bankár, amint megvitatják az aktuális nagyfogásukat. Milyen van? Honnan tudod? Nem voltál ott. Túlságosan lefoglalt, hogy keresztre feszítsd azt a szerencsétlen idiótát, aki feldobta nagyanyját a Schröder ügynökségnél. Az a nagyanyja éppenséggel az ország egyik leggazdagabb asszonya, és fizetett az idiótának a szolgálataiért. Igen, tudod, rejtély a számomra, hogy miért vagy te ügyész. Élvezed, ha büntethetsz. Hiszek az igazságszolgáltatást. Neked minden, vagy fekete, vagy fehér. A dolgok vagy helyesek, vagy nem. És, ha én keverednék gyanúba, biztos, hogy igyekeznék sarokba szorítani. A legtávolabbi sarokba. Ez szép tőled. Én fölmegyek, nem jössz? Inkább bőrig ázom a monszumban, mint hogy darabokra szabdaljon egy baltás gyilkos. Sok bűnözőt ismertem, és elhiheted, ez nem veszélyes. Viszlát! Jól van, de gondolj csak bele! Senki sem tudja, mióta van itt ezen a szigeten. Talán már évek óta nem látott nőt. Lehet, hogy a fiúkat szereti. Gondolt arra, hogy meteorológus legyen. Kösz. Vény vagyok. Magát hogy hívják? Billnek. Bill. Ő csak Bill, ugye? Szép név. Leülhetek? Na és mit olvas? A Ridegházat. Mindig el akartam olvasni. Milyen? Rideg. Van esetleg valami ennivalója? Szárított kecskehús. Elég éhes vagyok, hogy megkóstoljam. Kösz. Egész. Nagyon finom. Vegye le a ruháit. Hogyan? Sokkal kényelmesebb lesz. Szerintem nem. Mocsár fekély. Hogy mi? Szörnyű kiütés, iszonyú a viszket. Már nem számít. Mi az? Szeret játszani? Hát, attól függ, milyen játékot. Szókirakósdi. Deluxe. Bungalow. $400 egy napra. Ha nem fizetik vissza, perelni fogok. Abba hagyjuk. Ne, játszunk tovább. Álmosnak tűnik. Egyáltalán nem. Aludhat az ágyban. Nem, jól vagyok. Jó itt. Nem akar lazítani? Feszültnek látszik. Nem, miért lennék feszült? Talán mert ezen a szigeten csak mi ketten vagyunk. Meg a barátja. Pszichopata.
ezért 58 pontot. Bocsásson meg, de hol vannak a ruháim? Ahonnan én jövök, ott büntetnek számít, ha egy nőt akarata ellenére levetkőztetnek. Komolyan gondoltam a viszketegséget. Semmi sem történt az éjjel, ugye? Fáradt volt, elaludt. Hogy kéri a tojást? Keményen. Zárt körű a rendezvény? Gordon! Hé, hey, emlékszel még rá? Én vagyok az a pasas, akivel ide jöttél. Jól aludtál? Izgalmas volt az éjszaka. Ne légy, gyere. Felvehetted volna az ingedet. Szó kirakult itt játszott. Ó, de édes, és aztán mit rakosgattatok? Párnasata nem volt? Isteni. Oh, kösz. Semmi sem hiányzik, csak egy New York Times és egy borotva. Bill. Bill? Bill? Rendkívül elegáns, amerikai név. Sid elmesélte magának, hogy a Manhattan ügyészségen dolgozik. Ez igaz? Igen. Lecsukatja a csalókat. Tudja, azokat, akik bujkálni próbálnak, de azért jótékonykodni szokott. Éppen egy ilyen szökevény ügyén dolgozol, ugye, drágám? Gordon. Itt a borotva. Ó, köszönöm. Van esetleg borotva? Elég. Nézze, Bill. Szeretnénk hozzásegíteni ahhoz, ami a törvény szerint megilleti. Az egyetlen bibi, hogy először vissza kell jutnunk a civilizációba. Más szóval, hogy hagyhatnánk el ezt az elragadó korallzát anyacskát? Jár egy hajó. Nagyszerű! Árut szállít Maratongából. Mikorra várja? Nem is tudom. De hamarosan eljön. Ha megszerzik a rádió alkatrészeket, amit rendeltem, talán eljön. Elromlott a rádiója. Rossz a vevő. Azt akarja mondani, hogy nincs kapcsolata a külvilággal. Amíg nem lesz új vevő, igen. Ami a következő ladikkal érkezik. Na, talán. Mentem el. Mikor rendelte meg? Két hete. Mennyi idő alatt érhet ide? Olasz rádión van. Maguk is tudják, milyen az olasz alkatrészellátás. Egy köpésnyire van Japántól, és olasz rádiót vásárolt. Talán tetszik neki az olasz dizájn. Sokatnak tetszik. De hajója csak van. Minek? Nem járok sehova. Nem jár sehova. Nos, én nem maradhatok ezen a szigeten örökre. Nagyon fontos üzleti ügyeim vannak New Yorkban. Nézze, mondok magának valamit. Én adok magának óránként 25 dollárt, ha segít hajót építeni. Igazi amerikai dollárt. Nem érdekel. Rendben, legyen 50. Igaza volt. Na és miben? Mocsárfekélyed van. Mocsaram? Nem mocsarad, mocsárfekélyed. Úgy van, ez az. Az istenit. Mint egy perzselő rémálomba pocsantam volna. Tessék, kenje magára is, ne vakarja, az még rosszabb. Ó. Ahelyett, hogy kiírtod az őserdőt, felmérhetnénk a helyzetet, és együtt... Hadd találjam ki, írjunk egy listát. Én már írtam egyet, nagyon rövid. Egy. Építs egy hajót. Kettő. Menj vissza New Yorkba. Három. Menj, ami menthető. Akkor segítesz nekem, vagy sem? Mit kellene csinálnom? Tartani a fát? Ó, az anyám is megmondta, hogy gúnyolod. Az aztán szerint elkényeztetett ficsúr vagy. Úgy tudtam, az apád kedvelek. Ki nem állhat? Nem akart megsérteni. Úgy sem sikerül, de több pénzt keresek, mint ő. Neked a pénz a mindened, ugye, Gordon? Az első és legfontosabb dolog az életben. Gordon, a tényekkel szembe kell nézni. Én ismerem a tényeket, ügyésznő. Akkor világosíts föl. Hé, hey, jogom van megbolondulni. Talán még élvezem is. Ennek aztán sok értelme van, épp most. Később találkozunk. Papa! Apának igaza volt. Oh.
Hello. Miféle trópusi édenkert ez itt? Felfalnak elevenen. Vihar után jönnek elő. Ez az, amiről nem írnak az utazási prospektusokban. Az ördögbe. Hát nem egészen így képzeltem a vakációt. Ez igen, csodálatos kis veteményest varázsolt ide. A sorok nyílegyenesek. Írjunk egy listát, hogy mit segítsünk, Gordon meg én. Tudja, szerintem a listák nagyon hasznosak. Segíthetek valamiben? Hát, értem, talán azt akarja, hogy magára hagyjam. Hé! A magas a kukorica, a rövidebb a gaz. Van itt. Szóval mióta él egyedül a szigeten? Majdnem 3 éve. Mit csinált, mielőtt idejött? Ezt-azt. Mint például? Sok mindenfélét. Ne beszéljünk róla, jó? Hát néha jó elmesélni a dolgokat, megnyílni valakinek, kiadni magunkból. Igen, néha. Oké. Van ennek a szigetnek neve? Nagyon sokat kérdez. Igen, szakmai ártalom. Jogász vagyok. Igen, igaz. Ráadásul ügyész, ő meg a Wall Street sztárja. Hiéna állások. Hogy mondta? Tudja, olyan állások, ahol az ember a koncert megy meg a pénzért. Hát nem egészen pontos a helyzet értékelése. Maga boldog? Boldog vagyok-e? Igen, érti. Szóval a dupla jövedelem, a cég, a hatalom, a rongyrázás... Igen, nagyon boldog vagyok. Luahánának hívják a helybeliek. Mit hívnak Luahánának? A szigetet. Ó, oh, Luahána. Nagyon szép. És mit jelent? Nyers fordításban. Trágyadomb a világ végén. Látod kellett volna, Sid. Ahogy kihasítottam azokat a fákat, jól éreztem magam, olyan őserősen. Az összes gyümölcs Bill kertjéből való egészségesek, nem használ vegyszereket. Igen. Van valami erős kötele? Össze kell kötöznem a fatörseket. Biztos találok valamit. Nagyszerű. Néhány napon belül vízre szállhatunk. Hát? Köszönjük a vendéglátást. Hajnalban. Nem maradunk itt éjszakára? És őt jósolt a meteorológia? Nem. Na látod, Sid, gyere! Nem vagyok hajlandó itt maradni, mert a fák oda nem vannak. Gordon, meg lesznek azok nélküled is. Lombos fákat vágott ki? Nem, néhány pálmafával végeztem. A pálma tulajdonképpen nem fa. Akkor micsoda? Cserje. És? Nem úszik. Nem úszik? Hát ez aztán remek. Miért nem mondtam, amikor neki láttam? Egész nap halálra dolgoztam magamat. Gyere! Nem úszik. Tudod, be kell vallanom, egyre jobban fáraszt a viselkedése. Úgy tesz, mintha az övé lenne a sziget. Lehet, hogy az övé. Ah, igen, persze. Miből fizetett? Kagylóval és üveggyöngyel? Tehát a hajóépítésed elúszott. Minden egyes fát kivágok a szigeten, és hidat építek Maratongáig, ha kell. Ha be akarsz csavarodni, csavarodj be, nem érdekel. Kösz.
Sid. Mi van? Ki kell eresztenem a feszültséget. Miféle feszültséget? Nem tart sokáig. Hidd el. Most ne, Gordon. Most miért ne? Nem szól a telefon, nem trükkölnek az autók, nem késünk le egy partit. Nincs hozzá kedvem. Miért nincs? Fáradt vagyok, nagyon. Belealszol. Gordon! Én most kész lennék rá, de te nem. Erről szól a szexuális életünk. Ha tárgyalásra készülsz, azért nem érdekel. Ha én állok nagy üzlet előtt, engem nem érdekel. Sose vagyunk szinkronban. Nem vagyok idomított szerkezet. Na és ott a hajón? A hajón sikerült, nem? Én nem akartam, de te érted, megtette. Rendben van, nem fogok könyörögni. Helyes. Reggeli a szivar anyagot. Aludj már. Moccanni se tudok. Mi a baj? A dereka. Gyere, lássuk, fel tudsz-e ülni? Nem is tudtam, hogy fáj a dereka. Azelőtt sose vágtam fát. Megkeresem Billt, talán tudja, mit kell tenni. Kérdezz meg, van-e fájdalomcsillapítója? A legjobb, ha nyugodtan fekszik. Más nem is tudnék csinálni. Biztos nem akarod, hogy itt maradjak szíven? Nem, menj csak. Egyedül szeretnék maradni. Nézd ezt a halat, fantasztikus! Elvis? Igen. Elvis? Igen. Változz a nagy kék kócsaggá. Kell kicsit melegíteni. Értem. Azt hiszi, olyan egyszerű. Nem. Adja a hálót. Teljesen vizes. Oké. Maga jön. Mi? Hogy? Változzon nagy kék kócsakká. Ismeri nagy, hosszú csőrű madár. Tudom, milyen a kék kócsak, de nem biztos, hogy azzal akarok változni. Na jó. Jaj, ne, várjon. Hadd próbálja meg, jó? Meg tudom csinálni. Melyik lábamat emeljem? Mindegy. Oké. És a karom, azt hogy tartsam? Csinálja, Sidney, érezze! Azt mondtam, hogy kócsaggá változzon, nem hallá. Igen, persze. Ennyire nevetséges. Biztos van egy-két dolog, ami hiányzik. Filmek, múzeumok, barátok. Igen. Mit igen? Megnézném Barney Millert megint. Nagyon jó műsor volt. Maga menekül valami elől? Nézzen körül, Sidney. A legtöbb ember arról álmodozik, hogy ilyen helyen lakjon. Lenne szíves egyenes választ adni? Nagyon szép a keze. Egészen finom.
De erős. Megint másról beszél. Egyáltalán. Vonzódom magához. Ez legalább nyílt beszéd. Komolyan. Bármelyik nő tetszene, miután 3 évet töltött egy lakatlan szigeten. Szerintem maga is érez valamit. Mennyasszony vagyok. Nem hordja egy gyűrűt. Jobb lenne, ha a témát váltanánk. Itt van egy szigeten az óceán közepén. Senki se fogja elítélni. Teljesen szabad. És mit tegyek szabadon? Bízzon az ösztöneiben. Megpróbálta már? Persze, hogy megpróbáltam. Igen? Mit súgnak magának az ösztönei? Éppen most. Menj és ápold Gordont. Ez a sok pihenés egyre jobban fáraszt. Úgy érzem magam ebben az izében, mint egy csecsemő. Sid, nem is figyelsz rá? Gordon, miért nem pihensz? Rendbe fogsz jönni. Rendbe jövök. Túl sok mangót eszel, drágám. Lohasztja az agyműködést. Megyek, szedek egy kis füvet. Akad némi zsálya a veteményesében. Csodás ízt ad a máhi-máhinak. Gyorsan, menj a konyhóba. Kutasd át a holmiát. Tudd meg, ki ez a fickó. Én ugyan nem. Menj már. Erre vártam egész nap. Gyerünk. Nyugi, figyelek. Ki kutassam? Menj már. Nem mondd, hogy te nem vagy kíváncsi rá. Menj. Menj. Miért nem maradtunk a kunyhóban? Azért, mert a parton akarok aludni, a part a miénk, szóval mit találsz? Szereti a viktoriánus irodalmat, és volt még néhány rajz is. Miféle rajz? A vázlatot virágokról és egy helybéli lányról, Gauguin stílusában. Ó, tényleg, a rajzok nagyon érdekes. Más egyéb? Semmi, akkor ért vissza. A felé. Többet nem kémkedek. Akkor mit akarsz csinálni ezen a szigeten? Gordon, minden, amit használunk, az övé. Akárki volt is ez az ember, nem érdekel. Hát pedig jó játék. Ó, vigyázz. Te vigyázz. Hajók bérelhetők, olcsó hajók. Hello, áll, főnök. Hello, Emil. Hogy megy a rendőrünknek? Kösz, hogy idejött. Mi a gond? Az egyik hajómat ellopták. Biztos vagy benne? Már 4 napja. Kinek adtad bérbe? 2 amerikainak, turisták. A legjobb hajón volt. Megmondták, hova mennek vele? A nő annyit mondott, el akar szabadulni mindentől. Ez leszűkíti a kört, Emil. Miért nem puffantasz le, és túl lennénk az egészen? Segíteni akarok Billnek élelmet gyűjteni. Azt mondja, hármunknak nem elég, ami van. Élelmet gyűjteni? Tették csak salátabárban gyűjtöttél élelmet. Gordon, próbálom hasznossá tenni magam, érted? Nem hagyatkozhatunk a jó szívűségére. Jól van. Jó. Visszajövök, amilyen hamar tudok. Szia. Szia. Sid? Igen? Az ki van zárva, ugye, hogy tetszik neked a pasas? Merő képtelenség. Persze. Nem a te eseted.
Nem, én a labilis munkamányásokat imádom. Édes, édes, de hadd mondjak neked valamit. A dzsungel hősének egyetlen dolog jár a fejében, és az nem a majom. Jaj, gond. Hogy tetszik? Nem rossz. Sokkal jobban mutat magán, mint az asztalon. Nem voltam biztos benne, hogy eljön velem. Szeretnék a segítségére lenni, de tartsuk magunkat a feladathoz, jó? Ha tényleg így akarja, legyen. Arra gondoltam, írunk egy listát. Listát? Igen, hogy megszervezzük a napot. Nézze, Sydney, ez itt Luahana, és nem New York City. A nap itt kinyílik, mint egy virág. Hát ez igazán költői, de... Hagyjuk, hogy elteljen a nap. Meglátjuk, hogy hová vezet. A szemét és figyeljen. Hallom a szelet. A madarakat. Hallok bogarakat. Hallom az óceánt. Hallom az óceánt. Helyiek szerint az ég és a föld valaha szeretők voltak, és a harmat az ég könycsepje, a köt pedig a föld sóhaja, mikor párjára vágyik. Jézusom, ezt hallgass meg! Hallod? Figyelj csak, figyelj csak! Robinson Crusoe egy lakatlan szigeten élt 24 évig, na? Ehhez mit szólsz, Charlie? Egy kutyához beszélek. Charlie, hopp, na, kapd el, kapd el. Ez az. Gyerünk, hozd vissza, jó. Jó Isten. Vénusz kilépett a habomba. Meglátja. Lemerülünk a víz alá. Ó, hát én nem vagyok valami jó úszó. Nem is kell, hogy az legyen. Csak tartsa vissza a lélegzetét. Hát, nem is tudom. Ha nem lenne biztonságos, nem hoztam volna ide. Visszamenjünk? Nem. Vegyen mély lélegzetet. Maga a Bill barátja? Hát, tulajdonképpen csak összefutottunk. Maga kicsoda? A nevem Tarita. Hát én Gordon vagyok. Maga ismeri Billt? Igen. Na és honnan érkezett? Mert hogy kilépett a hullámokból, mint egy sellő. Meglátogattam a testvéremet Montikiben. Kidett út közben Moratonga felé, és ideúztam a part mentén. Ó, gondolom, egyhamar nem jön vissza magáért, ugye? Nem. Maga itt lakik? Időként. Tényleg?
Nos, én... Oh! Mi történt? Ja, a dereka. Néhány napja fát vágtam. Segíthetek magának? Mári segített. Emelje fel a karját. Miért? Ki akar kötözni? Jaj. Jaj. Mit akar tőlem? Ó. 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 Az Isten áldja meg. Ó. Akarom. Szóval, úristen, látom ezt a helyet. Látom magát. De akkor sem megy. Mitől fél úgy, Sidney? Magától félek. Tőlem? Vagy önmagától? Nem tudom. Összezavarodtam. Nem hiszem. Szerintem pontosan tudja, hogy mit akar. Sok a feszültség. Igen, mesélj el róla. Nem csak fizikai, hanem érzelmi feszültség is. És maga ezt érzi? Nagyon érzékenyek az ujjai. Igen. Hogyan szokott lazítani? Hát, én most ugye lazítanék, vagy mi? Elméletileg, én most vakációzom. Úgy értem, otthon, naponta. Ja, hát... lazítani. Megmosom a fogamat. Körbejárom a lakást, miközben fogat mosok, az nagyon megnyugtat. Akkor nagyon tiszták a fogai. Nem is tudom, hogy miért akarom elmesélni magának az életemet. Álljon fel. Befejezte? Igen. Jobban érzi magát? Ó, ez nagyszerű. Hihetetlen. Maga csoda doktor? Masszőz vagyok a Tahiti Hiltonban. Mit tettem? Alig ismerlek. Ezt mostantól nem mondhatod. Talán a hőségtől van. Talán túl sok romantikus regényt olvastam.
Nem hasonlítasz azokra a férfiakra, akiket ismerek. Azok fel vannak öltözve. Szóval, ez tetszik neked. Én azt hittem, az eszemért vagy oda. Nem is akarok gondolni rá. Semmire sem akarok gondolni. Nem akarok gondolkodni. Ave! Mi történt veled? Hát, tudod. Szia, Bill. Tarita. Pár héttel korábban jöttél. Próbálkoztam a rádióval. A rádió elromlott. Sydney vagyok. Szia. Úgy látom, maga már ismeri Taritát. Ó, igen, Sydney. Meg kell, hogy beszélhozzam téged is. A kezeim. Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy rendbe hozta Gordont. Ugyan, semmiség. Nos, én farkaséhes vagyok. Mi lesz vacsorára? Nos, Bill, egy szót sem szólt Tanitáról, csak úgy megjelent. Igen, ez a szokása. Jön és megy, amikor akar. Szabad lélek. Igen. Van aurája, tudja, mire gondolok. A puszta jelenlététől jobban van az ember. Tudja, komolyan aggasztott a remete élet. Tényleg féltem Sydney biztonságáért, ugye ért engem. Nem. Szóval, hogy kiüt a nyerekből? Rászáll a nőmre. Na de most már nem aggódom. Bill egyáltalán nem olyan embergyűlölő, mint ami ennek mutatja magát. Ha akar, kedves tud lenni. Nem töltöttünk együtt túl sok időt eddig. Hová mentetek ma? Hát csak járkáltunk ide-oda a szigeten. Elvitt téged a titkos lagónához? Hát nem hiszem. Hát biztos emlékeznél rá. Te voltál már ott? Milyen szédületes ötlet. Még mindig a legkedvesebb játékom. Nekem ez volt az alapkiképzés. Gordon mindig nagyon komolyan veszi a monopolit. Akár csak Bill. Nos, William barátom bizonyosan ördöngősen bánik a dárdával, de amint belép a nagy pénzek birodalmába, a markomban van. Lássuk az első dobást. Megveszem. Átléptél a startkockán. Kapok 200-at. Köszönöm. Parti sétány. Megveszem. Mennyibe kerül? 400-100-at szeretnék felváltani. Igazán szép. Jó dobás. Oké, szeretnék venni néhány... 2 házat szeretnék. 250 dollárosat. Charles Place, az meg ki? Az enyém. Még 1 házat. 7. Az én tergemen, barátom, 3 ház van már, 900 dollárért. Kezd vélesen komoly lenni. Köszönöm, még 1 ház.
Ó, az az enyém. A hotel előtt annyi, mint 1100 dollár. Kiestél. Csak játék. Veszek 2 hotelt a sétányon és a parkban. Oké. Okay. Itt az 5-ös, 100-at váltanék. Kiestem. Aprócska pénzzavar, nem de? De az. Kellene még egy hotel. Átléptem a rajtot, 200. Nekem még egy hotel. Dobok még egyet. Miért? Ha legurul a kocka, akkor újra lehet dobni. És mióta? Én mindig így játszottam. Na, vegyük elő a szabálykönyvet. Elveszett. Azt magyarázom, hogy... Viselk egy úriemberként. Micsoda? Azért, mert az ő szigete rögtön az ő szabályai szerint kell játszani. Miért? Mégis vendéged. Vendég? Nem emlékszem, hogy meghívót küldtem volna. Eleget játszottunk, menjünk már haza. Na, jól van, dobjál újra. Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Francba! Minél hamarabb el kell hagynom ezt a szemétdombot. Egy rakás igazi nagy üzlet vár. 2 férfi egy lakatlan szigeten, kész antropológiai lecke. Mi a fenéről beszélsz? A Monopoly játékról beszélek, élet-halál harcá változtattam. Na, csak győzni szerettem volna, az ember el ezért játszik, nem? El akartak tápráztatni Taritát. Ne hülyéskedj. Teljesen nyilvánvaló. Még a vak is láthatta. Ó, féltékeny vagy? Miért lennék féltékeny egy bombajó benszülöttre, akinek sejmes a bőre és varázslatosak az ujjai? Te voltál az, aki az utóbbi napokat azzal a cserkész vezetővel töltötted. Úgy értem, bármi megtörténhetett. Semmi sem történt. Oké. Nem cserkész vezető. Kiderítettél róla valamit? Nagy Barney Miller rajongó. Láttad, hogy erőszakoskodott, hogy újra dobhasson? Győzni akart, hogy ne csörbuljon az önbizalma. Még köze ennek az önbizalomhoz? Úgy érzi, hogy hátrányban van. Ez a sziget nem az ő világa, Bill. Hidd el, ismertem én hasonló fickókat, és nem volt felemelő élmény. Miért vagy ilyen dühös, Bill? Ki dühös? Feküdjünk le. Ide jönnek a szigetemre, ki tudja, hogy honnan is feldúlják az életemet. Nézd a könyökömet. Szoriázis. Nem újult ki, mióta ide jöttem. Most megint kezdődik. Hol az a kenőcs? Meg kell lennie valahol. Itt van. Minden rendbe jön, ha ezek elmennek innen végre. Hiányoztál. Szóval, mi lenne, ha aludnánk ma éjjel? Szörnyen hasogat a fejem. Okosabb lenne, ha kivárnák a szállítóhajót, vagy akár a parti őrséget. Biztosan keresik magukat. Ja, én nem várhatok, amíg hajlandó felbukkanni a helyi rendőrség. Le kell zárnom egy nagyszabású üzletet. Miféle nagyszabású üzletet? Ezt maga úgyse értené, Bill. Értem. Ha tényleg hajót akar építeni, Gordon, én segítek. Sokszor segítettem apámnak és a bátyának. A családja maga építi a hajóit. Csak a törzsi ünnepeken. Ja. Törzsi ünnepek? Hihetetlen. Már nagyon várom a távozásukat, de hogyha mégis építeni akar, akkor nem inkább egy kunyhót kellene? Hát meg lesz mindkettő. Én Gordonnal hajót építek, te meg segíts Sidneynek a kunyhóval. Én benne vagyok. Egy szóval az egyik Mildonos pasas, az a Miles Wilson igazi kemény fiú. Azt mondja, ha megveszik a céget, jönnek a jegyek is.
Hát, 6 hónapi megfeszített munka, 2 milliárd dolláros bomba üzlet, és semmivé válhat 2 vacak állandó jegy miatt a játékosok háta mögött. Nem is látszik a pálya, olyan magasak. És mit csinált akkor? Nos, félrehívtam. Odahajoltam hozzá. Egyenesen a szemek közé nézte. És megcsókolta? Nem. Nem, megmondtam neki, hogy kihajítom az ablakon. Terita, olyan káprázatosan szép vagy. Más embernek érzem magam melletted. Jobb vagyok. Örülök. Megcsókolhatlak még egyszer. Tarita miatt nem fogok magyarázkodni. Nem kell magyarázkodni, nagyon kedves lány. 2 héttel későbbre vártam. Az élet tele van meglepetésekkel. Taritával nagyon nyitott a viszonyunk. Jön, megy. Semmit sem kell megmagyarázni. Felelek azért, ami kettőnk között történt. Az eszem helyett a legbensőbb ösztöneimet követtem. Az én hibám. Az a hiba, hogy fütyülsz az ösztöneidre. Taritát viszont az ösztönei irányítják, ugye? Neked van vőlegényed, nem? Álljunk csak meg! Ne forgass ki a szavaimat! Ne próbálj itt bűnös csinálni belőle! Én vagyok a bűnös. Azt hittem, felelsz minden tettedért. Ó, én vittelek el a lagunához. Én mondtam, hogy teljesen szabad vagy, nyíljon ki a nap úgy, mint egy begónia. Jobb poénokat hallani egy bárban a Columbus Avenue-n. Virágot mondtam. Azt mondtam, nyíljon ki a nap, mint egy virág. Nem begóniát mondtam. De Taritát sem mondtál. Te sem mondtál Gordont. A legszenvedélyesebb pillanatban azt sem mondtad, hogy Gorogégé. Sajnáltalak. Irgalmas cselekedet. Igen, szívességet tettem neked, és ha úriember lettél volna, visszautasítasz. Szívességet akarsz tenni valakinek, magadnak kellene. Vald be, hogy elpocsékoltad a fél életedet, és kezd bele egy nagyon húba. Szép az életem. Szeretem a munkámat. Gordon és én jól megértjük egymást. Ugyanazt szeretjük, közös az érdeklődésük, leeszi a savanyúságot a hamburgeremről. Nem utálatos? Utálom a savanyúságot. Én is. Na látod, sose tudnánk megosztani a hamburgert. Először is nem vagyok szerelmes Taritában. Másodszor. Szólhatsz a pincérnek, hogy nem kell a savanyúság. Most már értem, hogy miért csinálják a halak a vízben. Azt hiszem, megláttam Atlantist. Te is? Tudod, az ember megszédül, ha belegondol. Úgy értem, én kivetődtem erre a partra. Te pedig 2 héttel előbb érkeztél, mint ahogyan tervezted. Ez aztán a szerencsés véletlen. Nem hiszek a véletlenben, a végzetben hiszek. Hihetetlen. Bárcsak találnék szavakat, hogy kifejezzem, mit is érzek most. Próbáld meg. Nos, kell, hogy legyen valami mód arra, hogy megőrizzük ezt az élményt. Esetleg felvehetnénk videóra. Remek ötlet. Megismételhetnénk. Rendeljünk egy pizzát, és figyeljük az éjszakai előadást. Megtalálta a hajómat, főnök?
Hátfésültem a szigeteket, de nem válaszolt az amerikai Luhanaháról, amikor a rádióval próbálkoztam. Magam megyek oda. Én is megyek, főnök, oké? Helyes. Sid? Oh, Gordon. Mondd, egyedül vagy? Beszélnünk kell. Beszélnünk kell. Tudom. Tudod? Nézd, ennek semmi köze kettőnkhöz. Ez a végzet. Szóval a dolgok olykor megtörténnek. Olyan boldog vagyok, hogy így gondolod. Hidd el, próbáltam ellenállni, de amikor először megcsókolt. Ki csókolt meg először? Bill, ki más? Bill? Te meg Bill? Hát igen, én azt hittem, hogy tudod. Hát, ezt nem szóval tudom elvinni. Addig két hete vagyunk jegyesek. Már is megcsaltál. Nem terveztem el, csak úgy megtörtént. Nagyon eredeti. Engem legalább annyira bánt, mint téged. De az történt, hogy olyan volt, mint a álmomból jött volna elő. Ez igen. És én ki vagyok? Freddy Krüger? A francba. Mindegy. Szakítok vele, drágám. Vége. Ha ettől jobban érzed magad. Tarita miatt. Oh, tudnom kellett volna. Azt hiszem, ha két ember nem illik össze, az előbb-utóbb kiderül. Gordon, örülök, hogy idejében kiderült. Idejében? Két héttel ezelőtt lett volna idejében, mielőtt kifizettem 15 000 dollárt a hotelért meg mi egymás. Az úti költség volt 6 000. Neked a pénz a mindened, ugye? Hé, hey, így fejezem ki a fájdalmamat. Nem találkoztál volna Taritával? Igazad van. De örülnék, ha kifizetnéd a felét. Jaj, Gordon. Ugyan, viccelte. Csak vicc volt. Olyasmi. Én annyiban vicceltem, hogy akár komolyan is veheted, ha akarod. Lehetünk jó barátok? Ha visszafizetem. Akkor is, ha nem. Mi az ördög? Nem ismerek magamra. De én kapom a Warhol lenyomatot. Ó, akkor enyém a japán váza. Bill! Hogy álltuk a hajóval? Már majdnem kész. Tarita, valamit el kell mondanom. Már elmondtad. Ennyire nyilvánvaló? Az első perctől, ahogy megláttalak benneteket. Minden rendben van, Bill. Vagy minden rendben van, vagy semmi sem. Bill? Óriási sikkasztásra vádolt bróker a befektetővel osztozott a zsákmánya. Ettél már lazadt szendvicset a Carnegie Dailyben? Az igazat megvalva, igen. Roskenyérrel, savanyú káposztával és magos mustárral. Fantasztikus vagy. Egy évig éltem New Yorkban. Menjünk vissza együtt. Ismerem az egész várost. Isteni színházi páholyom van. Ott vagyok minden kiállításon. A cégnek van egy boxa a Shea stadionban. Minden megvan. Csak ránk vár.
Miért nem maradsz itt? Tarita, ez lehetetlen. Úgy láttam, tetszik ez a hely. Úgy van. Csodálatos itt. Olyan békés. De le kell zárnom egy üzletet. És nagy menő üzletfeleim vannak. Óriási a felelősség. Tudom. Te szabad vagy. Semmi sem tart vissza. Neked nincsenek kifizetéseid és klubtagságod és bérleted. Kötelezettségeid. Rám nagy nyomás nehezedik. Nem adhatom fel mindezt. Nagyon kár, nem? Tényleg megszerettelek, Gordon. Vidám vagy. Őszinte. Szenvedélyes. Akkor mi kell még? Ezek a szigetek a hazám. Itt vagyok a legboldogabb. Itt akarok élni. Most legalábbis. Nem maradhatok. Nem mehetek. Egy csónak! A maratongai rendőrség. Hé, Sid! Az az én napló. Álnok, hazudozó vagy. Add ide a naplomat, Sid. Nem lehet. Ez bizonyíték. Fel foglak adni. Nem volt jogod kutatni a ládában. Ó, tudom. Bánt egy kicsit, de nem nagyon. Persze semmiféle magyarázat nem érdekel. Add ide. Nem, hagyj. Mindent elhiszel, amit leírnak? Az érzéseid nem számítanak? Azt hiszed, nem adlak fel, mert istennél szeretkeztünk? Így sokkal könnyebb, ugye? Nincs többé édenkert a csendes óceánon, legalábbis nem ilyet akartál. Visszamész a felemás mindennapjaidba, hozzámész Gordonhoz, és az időjárásra fogod, ha depressziós vagy. Egy hajó! Megmenekültünk. Hol van Sid? Ó! Még valamit, mielőtt elmegyünk. Mi kell? Elég tételt vettem. Végtére is az én nőm volt. Nem. Sid! Sid! Hajó! Megmenekültünk! Elnézést a hajó miatt előre. Öt lepedő és fátlat borítunk rá. Öt lepedő? Maga teljesen megőrült. Ez alatt nem a Quimieri luxus közös. Gondolom, van biztosítása. Ó, hát persze, a Lloyd's Londonban. Na, hát nem kívánjuk, hogy vegyek magának. Aki Taritával beszél, egy maratongai rendőr. Hello, Lloyd! Körülbelül annyira volt biztonságos, mint a kamerát. A rádió nem működik. Elment az életkedem is. Sidney Lane vagyok, ügyész, New York-ban. Ezt nézze meg, családi. Igen, mademoiselle. Viszont perelem, perre viszem a dolgot, a tárgyalóteremben találkozom. Ennek a férfinak az igazi neve William Basel. Tudom. Miről van szó, Miss Wayne? Valami baj van? Azt hiszem, megártott az erős napsütés. Ideje elindulni. Isten veled, Bill. Vigyázzatok magatokra. Köszönöm. Sose találok olyan nőt, mint te. Se New Yorkban, se máshol. Hiányozni fogsz. Biztos, hogy nem jössz vele? Ezt végleg eldöntötted? Majd meglátogatlak. És ezünk lazadt szendvicset. Rossz kenyérrel, savanyú káposztával és magos mustárral.
ördöngős monopoli játékos vagy, de három játszmából kettőben megverlek. Álmodban. Szia, Charlie! Ez volt életem legszebb vakációja. Ó, tegyél le! Fáj a derekam! Vigyázzon! Mondom, vigyázzon! Felszedem a horgony! Azt hittem, a Mildon ügylet életem legnagyobb lehetősége. Ez őrület. Nem sikerülne. Befektetési bankár vagyok. Nem élhetek a város zaja nélkül. Élvezem a versenyfutást, én vagyok a leggyorsabb. Miről beszélsz? Visszamegyek Ruhamára. Abba az édes kis pálmakonyhóba a világ végén. Meg kell tennem, Sid. Lehet, hogy nem sikerül, de meg kell próbálnom. Gordon! Várj egy percet! Gordon! Mivel próbálkozol megint? Mi lesz a céggel, az üzlettel? Mit mondjak a főnöködnek? Mondd, hogy jobb ajánlatot kaptam! Gyere te is, Sid! Gyere már! Neked is sikerülni fog! Gyere már! Gyere, Sid! Viszlát, Sid! A Mildon üzlet jól halad. Nyugodj meg, és érezd jól magad. Ne aggódj, nem harap. Biztonság kedvéért pórázra kötöttem. Te meg mit keresel itt? Én visszamegyek New Yorkba. Ha visszamész, börtönbe fognak zárni. De nem árultál el Louisnak? Nem. Egy elektronikai befektetési alapot kezeltem egy nagyon régi, nagyon konzervatív családnak New Englanden. Nagyon utáltam azt a munkát, nem volt elég szexi. Aztán egy szép napon, amikor bementem az irodámba, már a nyomozók vártak. Azzal vádoltak, hogy elsikasztottam $2 millió. Elvesztettem az állásomat, elvesztettem az összes barátomat. Súlyos depressziós lettem. Úgyhogy a Wall Street-i hagyományhoz hűen elhatároztam, öngyilkos leszek. Az egyetlen probléma már csak a magasság volt, mert a vizet mindig nagyon szerettem. A víz hideg volt, erre jól emlékszem. És amikor már kezdtem fáradni, meghallottam a kutyát ugatni. Megfordultam, és ez a fura korcs, mint egy őrült úszott utánam. Mit tehettem? Nem hagyhattam, hogy megfulladjon. Még mindig nem tudom, hogy ki kit mentett meg. Eladtam a cégemet, a személyes tárgyaim nagy részét, és megvettem a szigetet. A Times-ban láttam meg a hirdetést. Egy szóval megszöktem. De nem sajnálom, hogy megtettem. Na és a másik ügy? Elkapták az igazi tettest, a főnökömet. Úgy tudom, egy szuper börtönben van most. Itt van az egész ügy. Nem volt időm, hogy a naplóba beragasszam.
Szóval nem te voltál? Nem. Biztos, hogy jól döntöttél? Szeretnék megint sétálni a Fifth Avenue-n. El akarok menni korcsolyázni a Rockefeller centrumba. Hotdogot akarok enni, szeretnék Nick meccsekre járni. Veled akarok élni. Na és Luahana? Eladtam Gordonnak néhány kagylóért, üveggyöngyért és 30 000 részvényért. Biztos, hogy nem fog hiányozni. Hát, ha belegondolok, az egyik szigetet elcseréltem egy másikra. Miért imádom a Wall Street-i fickókat? Szívem, mit szólnál hozzá? 6 épületből álló üdülőközpont, nagyon elegáns, nagyon ízléses, az isteni Gordon szigete. Hm? Tetszik? Magyar szöveg Kutter Eringét, vágó Pál Géza, rendezőasszisztens Gál Erika, hangmérnök Gellén Attila, gyártásvezető Veres Mihály, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából, a Mahír videó stúdiójában készült.